Nézőink pontosan tudják, hogy nincs szilveszter az Erdélyi Magyar Televízióban a Hahota nélkül. Bár nagyon elfoglaltak a fiúk, ezúttal személyesen is benéztek hozzánk. Szeretettel köszöntjük Kovács Levente rendezőt, Puskás Győzőt és Kelemen Barnát, a Hahota színtársulat tagjait. Szerbusztok! Szerbusztok! Szép jó estét kívánunk a kedves tévénézőknek is. És a televízió munkatársainak is, akik itt a helyett, hogy otthon szórakoznának, itt velünk foglalkoznak. Nagyon szépen köszönjük, ez a dolgunk. Nagyon csinosak vagytok és elegánsak, és Győzőt hol hagytátok? Igen, én itt vagyok sajnos, elnézést kell kérnem, hogy nem öltöztem az eseményhez illően. Az a kis gondom van, hogy én elvesztettem a főnök feleségét, ugyanis elvittem motorozni titokban, és hát azóta is keresgélem, persze motorbiciklivel, mert nem tudom, hogy hol vesztettem, mert annyit tudok, hogy Lepsénél még megvolt. És itt hagytad a motorbiciklidet a stúdió előtt? Van, az igen. Burrogott olyan. És különben a nézők is várják, hogy találjam. Nekem muszáj megtalálnom. Persze az is baj, hogy Lepsénynél még megvolt, de csak ő hiszi. Lepsénynél már rég elveszett, és ebben sok bonyodalom származik. Tehát itt a kabarénak a csavarja is benne van ebben a dologban, mert a lelkesem. Különben ez a Lepsénynél még megvolt, ez egy ilyen szállóigelet. Bármire, ugye, mondani, ami eltűnik. Ami úgy tűnik, mintha ott lett volna, de nincs meg. És amíg meg nem találja az elveszett hölgyet, addig nem szabad átöltözzön. 2018-ban ugyanígy fogunk találkozni esetleg? Hát én nagyon remélem, hogy megtalálom. Innen most elmegyek, és biztos vagyok abban, hogy megtalálom. Tehát természetesen előre vetítettük a szilveszteri kabarétoknak egy apró, de nagyon fontos jelentőségteljes jelenetét, hiszen a főnök feleségét elhagyni azért az nagyon-nagyon... Mondja, nagyon... és az ember elhagyja a feleségét, ott tegye meg a fene, de a főnök feleségét... És hát kivel mással történne ilyen, hanem Puskás Győzővel, ugye? Ráadásul a főnök nem tud róla. Ráadásul a főnök nem, és feltűnik aztán a főnöknek, hogy a felesége... Igen, hogy nincs itt van. Így szilveszter környékén előbb-utóbb prezentálni kell, ugye? Így van, persze. Tehát nagyon-nagyon örülünk, hogy tényleg jelmezben, úgymond az egyik jelenetbeli öltözetedben jöttél be, ezzel is érzékeltetve és mutatva, hogy az újabb szilveszteri kabarétok is számos meglepetést és jópofa jelenetet tartogat. Erről majd még a későbbiekben beszélünk. Egy kicsit visszatekintsünk, jó? Milyen volt az idei évetek, úgy vágjunk is rögtön a közepébe, milyen volt a 2017-es év számotokra? Így az utolsó napon, hogyan jellemeznétek? Én azt mondom, hogy számomra például, és számunkra nagyon sikeres volt, és boldog, és egy, úgy érzem, hogy mindent, amit szerettem volna, jó Isten meg is adta, úgyhogy nagyon-nagyon elégedetten tekintek vissza erre az esztendőre, és csak annyit szeretnék, hogy a jövőben is körülbelül ilyen évek elé nézzek. Persze, azért azt tegyük hozzá, hogy strapásabb év volt ez a Hahotának, mint a megszokott. Tekintettel arra, hogy Győző 50 éves születésnapjára is készítettünk egy ünnepi műsort, ami 30 előadással több, mint a megszokott 80, úgyhogy 110 előadás lesz ebben a két sorozatban. És hát annak ellenére strapás nagyon boldogító, mert sokkal több időt töltöttünk együtt vidáman, és ezek az idők mind nagyon pozitív energiákkal ruháztak fel minket a következő 2018-as évre, ahol még többet fogunk dolgozni. Levente, jó rendezőhöz hűen feltaláltad azt a tér-idő kontinuumot kitágító gépet, amivel te a 24 órát a Hahota számára csak, mert mi nem tudjuk, hogy hogy lehet ennyi mindent megcsinálni ennyi idő alatt, de nektek sikerült ezek szerint. Hihetetlen. Ez nem csak az kell, hogy én hogy válok a kontinuum, hanem kell a csapat is, mert ők elfoglalt emberek. Bizony. Nem ez a fő foglalkozásuk. Bábszínészek, utazásokat szerveznek ilyen távoli helyekre, bizony, mint Fülöp-szigetek vagy Dominikai Köztársaság, azok nem egy nap alatt vagy egy óra alatt zajlanak le, azokat meg kell szervezni, és utána este fitten, jókedvűen bejönni a próbákra, és bizony ezek a próbák ebben az évben a két dolgot, ha összeadjuk, közel 3 hónapot vettek igénybe. Barni? Én azt tudom mondani, hogy ha 2018
csak olyan lesz, mint a 2017, akkor én nagyon boldog leszek. Tehát nekem egy sikeres év volt mindenféle szempontból, és nagyon mozgalmas volt, nagyon sok minden történt, nagyon sok eseménnyel, főleg olyan eseményekkel, amik engem életben tartanak, és nagyon szeretem ezeket csinálni. Úgy a színház, mind az utazás, meg az utazás szervezés. Rengeteg helyen megfordultunk, én legalábbis úgy érzem, hogy akkor vagyok boldog, hogyha utazni tudok, meg színpadon tudok lenni, és mindkettőből megadatott, hála Istennek, úgyhogy én jobbat nem nagyon tudok kívánni. Kicsit... Utazó színházat esetleg, most már a kettőt összerakni. Igen, ne. Utazunk is a színházain bőven eleget, néha még sokat is. Én csak annyit tudnék mondjuk pluszba, hogy megmaradjon az egészség, és ott ne legyenek gubancok, azon kívül nekem ez teljesen rendben volt. Én azt láttam az évek során, hogy az életetek valahogy úgy néz ki, hogy erősen hajtotok, már a nyári utazásokat tervezed az év elején, és azon dolgoztok, ugye Győző ott is dolgozik, és megy közben a munkád, a bábszínész, meg egyéb. Levente már tervezi a következő jeleneteket. Nyáron azért látjuk a csodás fotókat, amiket megosztotok, meg videókat, utaztok is. Tehát, hogy ennek nagy része munka, hisz menni kell összekötő emberként, meg pihenés is, ez, és ősztől kőkeményen már az előadások, és ez a téli időszak viszont az így egymás után az előadások, reggeli előadás, ebéd előadás, vacsora előadás, és folytatjátok. Ez így áll össze az életet? Igen, ez pont így is van. Tehát egy nagyon nagy szigorúsággal be vannak osztva dolgok, amit mi már magunkban eldöntöttünk akkor, amikor felvállaltunk, hogy mivel fogunk foglalkozni. Tudjuk nagyon jól, még akkor is egy picit fájdalmas számomra, hogy elkezdődnek a Hahota próbák, az lehet szeptember eleje, vagy közepe, vagy október eleje, és tudom, hogy márciusig például utazás szempontjából nekem börtön zárt, tehát igen, abszolút nem nagyon van lehetőség, mert... Azért ne nézd le a székelyföldi városokat, ünnepelnek titeket, az utcán rángatják, hogy mi van, zsadakért már ne börtön áll, nem viccelj. Abban a szempontból, hogy nem tudok kimozdulni innen, nem tudok kimozdulni, igen, mert ugye a nagy utazónak az a vágya, hogy új helyeket fedezzen nyilván fel, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Gyergyőszentmiklóson megfordulunk évente többször is, úgyhogy az nem annyira nagy újdonság, de a valóság az, hogy egy picit szenvedek ezért, mert hogy nem lehet, de tudjuk, bár tudatosult bennünk lehetne, az, ugye ebben az időszakban, hogy enélkül nem, igen, lehet a másik rész sem, tehát nagyon nagy pontossággal ezt mi eldöntöttük a fejünkben is, legalábbis én. Tudom, hogy mikor mit kell tennem, azért, hogy majd legyen idő arra a másik dologra is, amit nagyon szeretek. És ez tökéletesen működik, és azt is észrevettem, hogy ez a két dolog nagyon jól passzol. Tehát a nyári utazások, a téli színházzal, ez abszolút bevált, és le is fedi az egész évemet, oly annyira, hogy szinte másra nem marad idő. És ez egy érdekes dolog, mert az utazás ennek egy része tájakhoz, másik része az emberekhez kötődik. Mert a Székelyföldön már új tájat, új utcát nem fejlezel fel, de rengeteg emberrel találkozol, és az emberek közötti utazás, az emberek közötti találkozás is nagyon fontos az ő számukra, mert az ad egy olyan fajta elégtételt, amit sem anyagi, sem ilyen vonatkozásban nem lehet igazán megfizetni, és ettől ők lesznek magabiztosabbak, erősebbek, és jövőre elvisznek engem Costa Ricába. Rá fogunk térni a fogadalmakra, és nyilván Levente megelőzett. Hogy ezt a Barni által kimondott szenvedést, ugye, mert hogy ez csak úgy zárulján, mert szenvedés nyilván, ez abszolút gyógyítja a közönség, hiszen az a sok szeretet, ami jön a közönségtől felénk, az nem lehet felmérni, és az mindennél többet ér. Tehát ilyenkor az ember nyilván, hogy már nem kíván többet, mert minden nap emberek százai mutatják ki a szeretetüket irántunk. Nem csak az előadáson, hanem a bárhol járunk, a Székelyföldön, bármelyik városban, ugye mindegyik városban több előadás van, így hát nagyon sokan látják az előadásunkat, és hogyha beülünk egy kávézóba, vagy egy vendéglőbe, akkor rögtön szeretettel fogadnak. Kérnek autogramokat? Igen. Sőt, megkínálnak, vesznek számunkra kávét, egy üdítőt, vagy ha este késő van, akkor előadás után, akkor akár egy sörre meghívnak. Tehát, hogy tényleg az a szeretet, amit ott kapunk, az mindent kárpótol.
Igen, beszéltük is győzővel, nem tudom, hogyha volt valaha ilyen az elmúlt időszakban, vagy ismeretségi körben, hogy majdnem 4 hónapig ünnepeltük győzőnek a születésnapját. Annyi tortát, kíváncsi vagyok, mikor én leszek fél évszázados. Hogy szerintem tényleg már féltem, hogy cukorbetegséget kapom. Virágcsokrokkal, meg ilyen, és elkezdődött ugye augusztus 19-én, és még mai napig is köszöngetik. Tehát amíg ment az előadás, addig születésnapod volt. A ruhában majd a annyira szeretem a fejeden a sapkát, a szemüveget, és amíg beszéltél végig, azon gondolkodtam, hogy szánjunk-e meg téged, és ajánljuk-e fel, hogy mégis leveheted, mert nagyon meleg van itt bent. Köszönöm szépen, akkor élek a lehetőség. De ha hiányozni fog, akkor megkérünk, hogy tedd vissza. Akkor sőt, a kabátodat is kigombolhatod, mert... Igen, ha esetleg fázom, mert, akkor igen. A motorozás közben azért egy jó-jó-jó. Levetével mi megbeszéltük, hogy hogy kell öltözni a mai szilveszter este, azért az árnyalatbeli összhang. Barni pedig, mint a legtöbb jelenetben a piccus nyakkendős, elegáns úriember. Most is hasonló szereposztásban láthatunk téged viszont? Igen, hát ez a darabnak az utolsó, vagy utolsó előtti jelenetében felvett öltözét mondjuk. Egy férjet alakítok, egy megcsalt férjet, aki egy olyan, mondhatni, gazdag, új gazdag családból származik, és ugye megköveteli bizonyos eleganciát, és hát nagyon érdekes az az útja, módja, ahogy rájön, hogy őt megcsalták, és ki kell deríteni, hogy az ő gyanúja az be fog-e igazolódni, vagy sem. Azt majd nem mondjuk, még az elején vagyunk. Egy izgalmas jelenetben a jelenet. Voltál már megcsalt férj? Én úgy rémlik nekem, hogy te inkább a másik oldalon szoktál állni én a jelenetekben. Emlékszem, hogy igen, volt még. Tehát azért 10 évente beválasz egy ilyen szerepet igen, is. Igen, 10 évente elmegy. Azért nem biztos, hogy el tudnám viselni, hogyha nagyobb gyakorisággal. Igen. Levente, egy kicsit az idei jelenetekről. Hogyan, miből válogattad össze, hogy álltak össze, milyen perspektívák szerint? Hát itt az a helyzet, hogy a bőség zavarával küzdködünk, ugyanis 2 forrása van a jeleneteknek. Keresünk olyan jeleneteket, amelyek még sose voltak, és keresünk olyan jeleneteket, amelyek régebben mentek, de már a közönség elfelejtette. Mind a kettőből van ebben a műsorban, és... Ön tud valakit, aki esetleg adoptálnál? Megint kezdi! Ki csodát kérem? Tisztázzunk először már! Romlottak-e Elzának a házassági esélyei? Biztos abban a doktor úr, hogy normális? Tegnap este gondoltam arra, amikor készültünk egy összpróbára, hogy majd mikor eljutunk a végére, vajon a szilveszteri vagy az azelőtti bemutatón valaki fog-e emlékezni, hogy ezt a jelenetet látta 8 vagy 10 évvel ezelőtt. De az az érzésem az eddigi tapasztalatok szerint, hogy olyan frissnek fogják fel a régi jeleneteket is, amint ez a győző, a Jászdújra győző műsorban is kiderült, hogy senki, én nem éreztem, hogy na. Visszajött, most... nekem is visszajött kép. Hangulat, de nem éreztem azt, hogy unnám egy picit, vagy amit másodszorra, vagy több egyszerre látok. Nem emlékezhet például a poénokra, mert hogy ha 8 évvel ezelőtt volt, az már lehet. Vagy megkérünk szépen benneteket, hogy innen folytatjuk nem sokára a beszélgetést, csak hallgassunk meg 1-2 zenét, átadunk Ádámmal néhány üzenetet, ne menjetek el, még folytatjuk, jó? Rendben. Nem is megyünk. Beszélgettünk itt ugye az előbb arról, hogy milyen évetek volt 2017. Mit csinálnátok másképp a most következő 2018-as esztendőben, ha van ilyen? Én nem sokat változtatnék. Én abszolút, amint előzőleg is említettem, hogy meg vagyok elégedve a 2017-es évvel, nem nagyon szeretnék változtatni, de viszont szeretnék bevezetni egy olyan dolgot, mint például a sportolás. Most már egy jó ideje gondolkodom rajta. Vagyunk hogy, ezzel így néhányan. Igen, és ez lehet, hogy össze, lehet, hogy nem. Mindig persze az ember arra szakít időt általában, amire szeretne, de tényleg néha olyan nagyon feszített a tempó, igen, hogy nem fér bele. Tehát fizikai erő nincs rá,
bár az ad erőt, ugye? Igen. Igen, én azt akartam mondani, hogy ahogy fel is soroltátok a programot, egy az egyben olyan, mint egy élsportoló beszélne a felkészülési időszakról. Ez az egy dolog, amit talán mindenképpen jót tenne, de nem biztos, hogy fog jutni rá idő, de én ezt úgy beszeretném iktatni. Azon kívül én nem nagyon változtatnék az életstílusomon, meg nem kívánnék különösebb dolgokat. Vesszük a bisonokat, és a kövesdombon futjuk a köröket. Azzal a szimszóval, hogy nem sétálunk a kutyával, hanem, és én is csatlakozom. De én majdnem ezt csinálom, mert Jefferson folyamatosan úgy húz, hogy kell rohannom utána, úgyhogy csak ez nem elég. Tehát kicsit sportolunk, na, mert mi kutyások kötelezően nem sétálunk, ha akarunk, hanem... Én nagy változásokat vezetnék be a következő évre. Kirúgnám azokat a bábszínháztól, akik a Hóta tagjai, és őt is kirúgnám. És alakítanánk egy non-stop színházat, amely folyamatosan játszik, ugyanis az a vágyam, kialakult, 5. éve dolgozom velük, és kialakult egy olyan szakmai színvonal a színjátszásnak, ami megbírna egész estés előadásokat. Van vagy néhány olyan bohózat a tarsolyomba, amit szívesen megcsinálnék egy egész estére szóló darabot, és akkor emellett egy kabarét, ez már annyi időt vesz igénybe, hogy 380 napos évet kellene bevezetni, és ezek ne dolgozzanak sem. De jó, Levente, el is vártunk tőled, hogy valami ilyesmit változtas 2018-ra. Győző? Hát én sem kívánok nagy változásokat, viszont olyan jó tényleg, ezt hallani egyébként, fiúk, őszintén. Így van. Tényleg számomra is több sport kellene, mert néha elmegyek az úszodába, úszni nagyon szeretek, és anélkül nem tudok élni, tehát hogyha eltelik egy hónap vagy másfél, és nem voltam, akkor tényleg muszáj mennem. De nyáron egészen napi rendszerességgel úszok, ha itthon vagyok, itthon, ha nem, akkor máshol. Akkor egy kicsit könnyebb is, ugye? Igen, ez hiányzik. Még talán egy annyit változtatnék, én nagyon szeretném azt megélni, hogy egyszer a szilveszteri premier legalábbis előbemutatóként megtörténjen karácsony előtt. Aha. Hogy én nyugodjak meg. Megmondom, hogy miért, mert a karácsony ékelődik a kettő közé. Hát nyilván, hogy a karácsony ma jó helyen. Azt nem lehet elmozdítani, ez nagyon jó helyen van. De a bemutató valahogy, ugye rögtön karácsony után, az idén 28-án, a tavaly 27-én volt. Ott van a töltött káposzta még a tolkomba, és közben az sem csúszik le nyugodtan, mert hiába tudom azt, hogy jól dolgoztunk, szeretjük a jeleneteket, bármennyire is bízok benne, a premierig nem vagyok teljesen megnyugodva. Nyilván. Levente, mi nagyon rendhagyó módon dolgozunk, mert 5 főpróbánk van a bemutató előtt. Ez annyira szokatlan a mai színházi világban, amikor sokszor a premier az első snur, hogy azért abban meg vagyok annyiban nyugodva, hogy ez a 2 napos karácsonyi kiesés nem okoz nagy gondot, mert 3 főpróbára még maradt idő karácsony utánra is, de én már a bolonyai rendszerrel is így vagyok, hogy szeretném, ha az első szemeszter karácsonyig befejeződne, és nem kéne január 1-től még 3 hétig tanítani, és jöjjön a vizsgai időszak. Egyetértek, csak ne felejtsd el, hogy karácsonyig még bele se lendülnek. Hogy fejezzék be azt, amit még el se kezdtek? Belelendülnének, ha nem október 5-én kezdődne a tanév, hanem szeptember 1-én, mint az én időmben. Igen. És akkor az őszi... Mindegy, nem menjünk bele, mert most akkor de arra nincs elég... ez is a jövő évi tervekhez tartozik, és nem tudjuk, hogy ki nézi most az adást, ugye? Ki szórakozik velünk? Melyik rektor? Melyik dékán? Na, úgyhogy mindig belekeverem. Ugye Cicero azt mondta, hogy Ceterum censeo Carthagi nem eszed elendám. Minden beszédét, akármiről volt szó, azzal fejezte be, hogy különben az a véleményem, hogy Carthagot el kell pusztítani. Jó, ezt én is megtanulom. Na, és akkor én meg azt mondom, minden beszélgetésről belekeverem, hogy a bolonyai rendszert szét kéne rombolni. Egyébként nem tudom, hát ezek szerint nincs tudomásod, csak nagyon halkan zárójelben jegyzem meg, hogy lassan kimenőben van a kelet-európai egyetemekről. Hát igen, keleten később jön meg az eszünk, mint nyugaton, de azt hát utolérjük egyszer. Szépen igen, haladunk a sorba. Na nézzük csak, milyen érdekes kérdéseket gondoltunk még ki nektek, mondjuk fogadalmak. Már úgy, hogy mit változtatnátok, súroltuk, de olyan konkrét fogadalom, hogy éjfélkor
átfut az agyadon, nem látja senki az arcodon, de te gondolsz valamire, hogy azért ezt megfogadom már. A sportot kilőttük, úgyhogy valami másról referáljatok. Én soha nem szoktam fogadalmakat tenni új évkor. Nem is, nincs is kényszeres érzésed, hogy mit? Nem, soha nem. Hallom, hogy egyesek megfogadják, hogy különböző szenvedélyekről lemondanak, meg nem tudom, amik úgyse jönnek össze, különben kimutatott tény, hogy 70%-a nem valósul meg. És akkor fölösleges. Főleg kimondani másnak, hogy na, akkor figyelj, én jövő, mit tudom, január 1-től biztos nem ezt, meg nem azt, fölöslegesnek tartom, úgyis te magadat kell rávezesd arra, hogy ha akarsz változtatni valamin, akkor mit és hogy és mikor, úgyhogy én ezt nem tartom fontosnak, és soha nem most rukkolok szoktam. Azért hármatokból egyik ötök árulja, hogy fogadalmat, mert én nekem van. Hú, de jó! Van egy különleges fogadalmam, a Szatmári Színháznak megfogadtam, hogy minden évben, ők rendeznek minden évben egy fesztivált, és ennek a fesztiválnak a kísérő műsorában tavaly is, és az idén is benne volt egy-egy regényemnek a bemutatója. És aztán ezt már úgy hozzászoktak, hogy kérik, hogy a jövő évi fesztiválra is teljesen, most megfogadtam, hogy arra is viszek egy új regényt, amiből már 90 oldal megvan. Wow. És akkor ez a fogadalmi rendszer, amíg én bírom, addig tartani fog Szatmárra. Lehet, hogy Nagyvárad is beszáll ebbe a buliba, és akkor mindenféle fogadalmi. És ez azért, ez a fogadalom lényegében olyan dolog, hogy ez tulajdonképpen tőlem függ, hogy teljesül. Tehát nem az, hogy mostan valaki valamit elér nálam, vagy... Valakinek be kell bizonyítani valamit. Be kell bizonyítani, hogy leszokom az alkoholról, és, vagy mit tudom én mi. Ez tőlem függ, és én, ha tudom, teljesítem, és akkor boldog vagyok, ha sikerül. Hát megvan is valami konkrétan kézzelfogható eredmény. Hát persze. Győző? Én talán annyit szeretnék jövőben csupán, hogy több időt szenteljek azok számára, akiket szeretek. Nem tudom, hogy fogod csinálni, de igen, sokszor kevés idő jut. Nyilván. Akár családtagokra is, komolyan mondom, igen. És úgy elszégyellem magam évvégén, hogy bizony-bizony megbeszéltük azt, hogy összeülünk egy kávéra, jó barátokkal is, akikkel ugye nem tudunk naponta találkozni, mert nem egy területen dolgozunk, és hát megbeszéljük, hogy na nem baj, mert aztán eljön a nyár, akkor aztán kávézunk, elmúlt a nyár, mégse kávéztunk együtt, csak ősszel, olyan is volt, hogy itt dolgozik a színházba, és nagyon jól vagyunk. Most pár barátnőm halt téged, és így bólogat, hogy igen, Éva, én is pár kávézással adós vagyok. Sokszor megszégyellem magam akkor, amikor egy elég közel itt ugye felköszöntök például Facebookon, és akkor hirtelen tovább telik, 2-3 óra eltelik, és még nem hívtam fel telefonon, mert úgy megnyugodtam, hogy megvalósítottam. Közben nem, az nem semmi, azt csak másért csináltam, hogy látsz, szerintem. Igen. Tehát ezek nem helyes dolgok. Ez idegesít engem, hogy távolodunk el egymástól, ez nagyon bánt. Úgy érzem, hogy egyre jobban távolodunk el, mert mindig megnyugodunk, megnyugtatjuk magunkat, hogy ó, én megtettem a kötelességem Facebookon, bármi történt vele. És ha nem nyugtatjuk, meg is úgy maradunk. És kész, és akkor már nem kell találkozunk, pedig nagyon kell, az olyan jó, hogy ha néha el tudunk beszélgetni, és egymás szemébe tudunk nézni, és úgy megtudjuk, hogy kit esetleg mi bánt, vagy milyen örömért. Na, lehet én is fogok valamit megfogadni. Én ezt fogadjál, nem ügyögeit. Nekem rémlik ilyen, álltunk a teraszon gyerekkoromban, a negyedik emeleten a dombon, és amikor a tűzijátékot néztük, és úgy éjfél, és az a pillanat. De nem emlékszem, hogy fogadtam-e. Arra viszont konkrétan, hogy az évek során nagyon szépen átalakult ez egy belső imádsággá. Tehát ugyanolyan, mint a minden estém, hogy kérlek, jó Istenem, hogy vigyázz ránk. A családomra, és felsorolom gondolatban egyenként, és nehogy valakit kifelejtsek szűkebb, tágabb családomból, és vigyázz ránk legalább annyira, mint idén. Tehát nem tudatos volt. Ez egy ilyen belső átalakulás, amit egy idő után tapasztaltam. Ádám? Igen, én a fogadalmakkal én is éppen azon gondolkoztam most, hogy talán azért vannak leginkább, hogy magunknak megfogalmazzuk azokat a célokat, amikben változni akarunk, hogy egy kicsit verbalizáljuk, hogy mivel is fog telni az elkövetkező évünk, mik azok a célkitűzések, amiknek alá fogjuk rendelni egy kicsit magunkat talán. Igen. És azt hiszem, így teszünk fogadalmat, már aki tesz fogadalmat. Én sem szoktam amúgy, rábízom azt a sorsra, hogy alakul majd az évem, és majd reagálok rá. Fiúk, 28-án bemutató volt, december 28-án, szilveszter este, és januárban találkozhatnak veletek legközelebb hol, mikor?
Nyilván fent van a Facebook oldalatokon, igen, honlapotokon, hát, de hangozzék el itt január is. Január másodikán este 7 órától. Tehát adtok egy nap pihenőt. Igen, egy nap pihenő azért kell szilveszter nekik is, után. Nekik is. Én mindig úgy mondom, hogy az a január elsője nincs is ott a naptárban, mert az ember felébred, úgy megreggelizik, vagy nem tudom, hogy mit csinál, mert hány óra van, és már megy is le a nap, az a nap nincs is szintén, és arra ébredsz, hogy másodika. A gyerekeinek nagyon sok január elsője van, mert ők gyakran csinálják vasárnaponként ezt, a főleg a nagyok, hogy egykor reggeliznek. Tehát nektek mi az újdonság abban, hogy január elsője vagy érkezve? Tehát január másodikán este 7 órától szintén a Maros Művész Együttes előadó termében lesz az előadás, majd harmadikán délután 4 órától és este 7 órától, majd negyedikén... Nem kell gondolkozni, hogy milyen nap következik, nem. Figyeled? Nem. Negyedikén, ötödikén, hatodikán, hetedikén szintén ott, szintén este 7 órától. Oké, stop! És ez így megy tovább március végéig? Én sokszor azt kérdem, hogy valaki megmondja nekem, hogy milyen nap van. Hogy hívják ezt a napot? Mert ismerem, én csak dátumokban tudom gondolkodni. 16, 18, és az már teljesen nem mérvadó, hogy most vasárnap. Nagyon fontos kérdés következik. Melyik előadásra van jegy még? Hát, az első 6 vagy 7 előadás az már. Tehát igen. A január eleje közepéig szinte, igen. Az már, tehát nagyon élelmes legyen, aki most kedvet kapott arra, hogy és még nincs meg. Olyanit is hallottam, hogy karácsonyi ajándéknak egymásnak adják. Szerintem annyira igen, szép ajándék. Igen, igen. Nagymama adta az unokájának és a családnak. Sokan és úgy, meg. Tudom, hogy milyen élelmes, milyen vagány már nagymama. Már Mikulásra is vettek. Igen, nagyon az gazdagabb. Hát attól függ, mekkora család igen. Nyilván. A Facebookon rengeteg bejegyzés volt, hogy ott leszünk ezen a dátumon, hozta a Mikulás, hogy hozta. Hozta az anyja, nagyon sokan. Igen, ez nagyon jó kreatív ötlet. Serkentőnek mondjuk meg az udvarhelyi példát. Is, mert az udvarhelyi nézők márciusban, akkor ott voltunk a tavalyi szilveszteri műsorra, megtudták, hogy lesz egy győzőféle ünnepség. Mi még nem állítottuk össze a műsort, csak forgattuk. Ők már 180 helyet elfoglaltak. Azt mondták, mindegy, mikor udvarhelyen. Nem tudták, hogy pont mikor, hogy pont mi lesz a címe. Mi lesz a műsor, és nem tudom. Le volt foglalva egy 3-4 terem, mondja a kasszásnő, nem akart, ami megmutatta. Ez volt márciusban, és hogy állítólag mi majd megyünk oda októberbe vagy novemberbe, aztán novemberbe jutott. De a 3/4 terem az egyik előadáson már le volt foglalva. Különben most is megtörtént, hogy egy ismerősöm mondta még november végén, hogy február 26-ára ment jegyet váltani, 10 személynek akart venni jegyet, és már nem kapott egymás mellé. Miközben 5 előadást tartunk ott. Több mint 3 hónap volt még ez. Úgyhogy én azt javasolom a nézőknek, hogy 2019. januárjára kezdjenek. Kezdjenek elfoglalni. Fantasztikus. Nagyon-nagyon sok vonzata van. Többször beszélgettünk már akár itt adásban is erről. Hogy a megszokás, hogy a természetesség, hogy a belső igény, hogy nevetek 3 órát legalább, ugye? Nem emlékszem, igen, hogy 2 óra most 2 óra 10 perc két lesz. 2 óra 10 perc, akkor rövidebb, kettős de általában fél lesz. Tudja, mennyire ismerlek én titeket. Oké, de több mint 2 órát nevetek, és úgy nevetek, hogy tényleg kitöröl minden gondot, és amíg ott van az ember. És azt hiszem, hogy ez a nagyon erős belső igény az, ami nagyon sokunkat visz az előadásotokra. Nem utolsó sorban tényleg a szilveszter ez annak az ideje, hogy most már jó volt a családdal, meglátogattuk a rokonokat, jön a szürke, a hideg, január, a nagyon-nagyon kell. És nem a nagy bálok, a nagy kiadások időszaka van azért. Lássuk be az életünkben. Mert ugye a január-február az mindig is báli időszak volt a múlt század óta, vagy még hamarabb. Most örülünk a 2-3 órát a családdal együtt, nevetünk egyet, feltöltöttünk, és kipipáltuk. Igen, a hahóta megvolt. Hát nem egyszer mondtam nektek, hogy Szegedről ugye hazajöttünk, és úgy jöttünk haza, hogy a bemutatottukra minden alkalommal. És a gyerekeim, ugye most már a 2 nagy, és erre büszke vagyok, és minden alkalmat kihasználok, de teljesen természetes, hogy a család most is együtt megyünk. Nagyon kevés helyre megyünk együtt, de a hahotába együtt megyünk. És ez igen. Ilyen belső igény. Nagyon sokan jelezték, hogy nem is tudnák elképzelni a szilveszteri periódust egy hahota kabaré nélkül. Nyilván. Tényleg és őszintén ez hiszem, hogy így gondolják. Igen. Tehát, hogy igen. Nem is tudnák elképzelni, hova menjenek, mit csinálnak szilveszterkor, annyira kell a hahota előadás. Igen. És az, hogy évről évre eljönnek minden alkalommal, és látják, hogy azt kapják, amire igen. Számítottak. Igen. Ez nem nagy hullámzó, nem nekik. Marad nem ki. Nem kísérleteznek, hogy akkor most jó lesz, vagy nem igen. Lesz jó. Hát menjünk el, nézzük igen. Meg, lehet, hogy nem.
Tehát tudják, eljönnek, és szórakozni fognak, jól fogják érezni magukat, és olyan automatikusan meglátják az első hirdetéseket, már is mennek és vásárolják a jegyet, és fontos, mondjuk lehet, hogy elmondhatom most ezt, hogy tényleg nem lehet utolsó pillanatban jegyeket vásárolni. Tehát sokan jönnek, hogy kasszánál kapunk előadás előtt, ilyen nincs. És tehát nincs lépcső se hely, mert ugye azokat is. 3-4 héttel előadás előtt nagyjából elfogynak a jó helyek mindenképpen, és lehet, hogy csipcsup egy sorszéle megmarad, de idejében kell gondolkodni, mert különben nem fognak bejutni. És sajnáljuk, mert a győző ünnepi előadására is bizony sokan szóltak, hogy kimaradtak, igen, nem tudtak, nem kaptak már jegyeket. Hát leszel 51, 52, semmi gond. Most mi van az 51-et? Nem lehet 4 hónapig ünnepelni? De mi ravaszabbul csináljuk. Visszatérünk az 50-re márciusban, és még az 51-et reprízben egy kicsit ünnepelni. Igen, sajnos, hogy azzal az előadással csak 30-at tudtunk játszani abból. Effektív fizikai idő nem volt, mivel kellett készíteni az új kabaré előadást, és tudom, azt nem lehet elhanyagolni, hogy ne legyen azért. Kellett egy hónap köztel az áthangolódás véget. Mikor memorizáltok, fiúk? Turnék között, előadások között tanultunk, próbáltunk, nem volt. Tényleg. A műfaj olyan, nagyon sok rövid replikából áll, igen, és a próbák alatt az nagyon sokat rögződik. Tehát. És sokat, de én azért bennetek elárulom, hogy nekem otthon kell az a tanulás. Aha. Csendbe, síri csendbe. Igen. Hú, este későn vagy reggel korán. A legnagyobb masszái vannak. És arra én, ha nem fordítok időt, igen, én nem tudom, ott a próbán megtanulni. Az évek egyre nehezebben rögződik, az a másik dolog. És biztos vagyok benne, hogy te vagy, és a színpadon is te vagy, azt nem tudja más alakítani. Akárkinek ad oda a győző jeleneteit, nem tudná megcsinálni, mert azt csak győző tudja úgy. De biztos vagyok benne, hogy te akarsz mindig valami újat is hozzá. Igen, az ember belső próbálkozik, ugye? Mindig, igen. Igen, hogy valami kis újabb és azokat hozzon otthon egyedül. Hát próbálkozom mindig, igen, persze, aha, hát itt van a rendező, aki segít, aha, benne, és hát, hogy az ember még otthon is próbálkozik ezzel. Nagyon változatosan ábrázol karaktereket. Így van. De ez azért is sikerül, mert megvan benne az igény. Tehát nem ül rá, nagyon sok színészt láthattunk tévében, mindenki, igen, ráült egy, igen, karakterre, ráült egy skatujára, és azt hozza mindig. Nála megvan az a játékkedv, és az a ide. Még 50 év az úgy fair, tőlem mégis annyit kérek? Még 50 évig. Az reformációt is ünnepeltünk, ugye? Hát 500 éves, még 500, mi az nekünk? A győzőműsor, még én a búcsúban meg is említettem, hogy a százasod is. Helyes, igen, így van. Ádám, ajánljuk fel a fiúknak, hogy üzenjenek. Ajánljuk fel, mert mondtátok, hogy a nézők mindig arra számítanak, mindig azt kapják, amire számítanak nálatok, hát nálunk is. Bizony. Arra számítanak, hogy üzenni fogtok valakinek, hát kérlek, akkor valakiknek itt a lehetőség nektek. Valakiknek, igen. Valakiknek. Na? Én üzenek minden kedves nézőnek. Azt szeretném, hogy a Jóisten adjon sok-sok szeretetet, sok-sok örömöt és egészséget a 2018-as esztendőben számukra, és hogy tudjunk örvendeni egymásnak egész évben. Én azt üzenném, hogy talán sikerüljön a nézők közül minél többnek, hogy azt a 2 óra vidámságot, amit nálunk eltölt, meghosszabbítsa, és egy pár óra legyen a saját civil életében is. Ugyanis az emberek nagyon sok felé szaladnak, rohannak, letudja, oda teszi a gyereket a tévél, elmegy, mitől, és ebből a vidámságból valamit vigyen át. Mert az ember játékos lény, homo ludens, és ez a ludentitás jelenjen meg minél hosszabb ideig a saját civil életében mindenkinek. Kívánom, legyenek vidámak, játékosak, ennél nagyobb ajándék nincs egy ember életében. Én meg azt kívánnám az embereknek, hogy éljenek úgy, ahogy valóban szeretnének élni. Tehát ne valakinek megfelelni, ne valaki kedvébe járni folyton, hanem éljenek ők úgy, ahogyan szeretnének, és legyenek boldogok. Fiúk, köszönjük, hogy itt voltatok, és a férfi kell kívánjon nálunk a családban legalábbis, úgyhogy nem merek. Úgyhogy boldog új évet, akkor férfi. Először a férfi kívánt, igen, a mi családunkból. Boldog új évet kívánunk nekünk. Boldog új évet kívánunk mindenkinek. Tiszta hangszálakat, erőt, fittséget. És egy nagyobb nézőtermet. És építsenek már egy olyat, hogy lehessen jegyet kapni előadás előtt is akár. Nem legyen ekkora a terem, de a miénk legyen. 350-400 nézőnél több már sok
tulajdonképpen egy ilyen folyamathoz. Mert az intimitás is nagyon sokat számít. A nézőtér és a rálátási viszonyok ebben a teremben nagyon jók, csak az, hogy a népi együttes annyit táncol, hogy az ember. Tudjuk, hogy mennetek kell már. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük. Mondjuk, hogy jövőre veletek ugyanitt.